A napokban több embercsempész, illetve illegális bevándorló adott munkát a Tolna megyei rendőröknek. Többek között Pörből jön egy szabadnapos egyenruhásnak lett gyanús, három furcsán viselkedő férfi. Bátaszéki rendőrös munkatársai a polgárőrökkel közösen a helyszínen elfogtak három férfit, akik mindannyian szír állampolgárnak vallották magukat, azonban sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, sem személyazonosságukat igazolni nem tudták. Ezért mindhármukat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Továbbá az M9-es autóúton a bátaszéki alosztály munkatársai az esti órákban megállítottak egy cseh rendszámú autót, amiben egy magát algírnak valló férfi utazott. A jármű rakterének átvizsgálása során kollégáim 10 illegális migráns találtak, akik közül 8-an szír állampolgárnak, 2-en pedig irakinak vallották magukat. Munkatársaim az embercsempészt előállították, őrizetbe vették, és embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek az ügyészségen letartóztatásának indítványozására. A bíróság az embercsempészt a napokban letartóztatta, a migránsokat pedig a meghallgatásukat követően visszakísérték az ideiglenes határzárhoz.